Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Esélyteremtés és felzárkóztatás. Leginkább ezt a két célt szolgálja a somogyvári biztos kezdett gyermekház. A településen közösségi tér is épült. Minden készen áll már a Falufesztivál holnapi megnyitójára. A szilvás-szentmártoni rendezvény előkészületeiből az ott élők is kivették a részüket. Hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt szépen szerepel egy kaposvári életmentő. A kötelesek erőssége, ifja Bodó László lépcsőfutásban jeleskedik. Jó estét kívánok! Hónapról hónapra egyre kevesebb a regisztrált álláskeresők száma Kaposváron. Ezt a város polgármestere jelentette be tegnap közösségi oldalán. Szita Károly azt írta, a munkaügyi központ júniusi nyilvántartásában már csak 1075-en szerepeltek. Ez a 2,9%-os munkanélküliségi ráta újabb rekordnak számít. Ráadásul a somogyi arány számánál 2,7, az országos átlagnál pedig 0,7%-ponttal kedvezőbbek a megyeszékhely mutatói. A nyilvántartott álláskeresők számának mostani változása a tavalyi év ezen időszakához képest 17%-os javulást jelent. Biztos kezdett gyermekház és közösségi tér is segíti a hátrányos helyzetű családokat Somogyváron, illetve Vityapusztán. A település jó gyakorlatait nemrég a Somogy megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakemberei is szemügyre vették. Somogyváron és a hozzá tartozó Vityapusztán nézte meg a felzárkóztatás és az esélyteremtés jó példáit a közelmúltban a Somogy megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Somogyvári tekintetében meg azt látjuk, hogy ezt a belügyminisztérium által működtetett programot hajtják végre, és azt látjuk, hogy abban a szegregántokban, ahol voltunk Vityapusztán, én azt látom, hogy fantasztikus dolgot csinálnak, közösségi ház lesz, és lesznek olyan házak, amit felújítanak, és abban szociális lakások fognak majd lenni. A településen sok olyan hátrányos helyzetű család él, akik szívesen veszik igénybe a fejlesztő szolgáltatásokat. Somogyvár Vityapusztának a roma lakossága az 30-40%, tehát az 1740 főnek a 30-40%-a roma származású, ebből 150 fő él kint Vityapusztán a szegregátumba. És a szegregátumnak a 97-98%-a halmozottan hátrányos helyzetű család. A somogyvári biztos kezdett gyermekház néhány évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. A biztos kezdett gyerekház az óriási segítséget nyújtott eddig, és remélhetőleg ezután is a településen, mivel a kisgyermekkori létet és a kismamáknak való segítséget valósítja meg ezáltal hátrányos helyzetű, nem hátrányos helyzetű embereknek. A központban több mint 20 családdal foglalkoznak rendszeresen a fejlesztő szakemberek. Körülbelül egy éve járunk ide, és hát minden másnap járunk le. És akkor vannak, rajzolunk, színezzünk, építünk, akkor vannak különböző foglalkozások. A megye döntéshozói szerint a somogyvári, vityapusztai jó gyakorlatok más települések számára is példát mutathatnak. A kisebbségek, a hátrányos helyzetűek felemelkedésében, felzárkóztatásában fontos szerepet játszó különböző szervezetek munkájával ismerkedünk meg, és a különböző fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel ismerkedtünk meg. Nagyon tanulságos, különböző helyszíneken voltunk, különféle problémákkal, de azt látom, hogy Somogy megyében nagyon komoly munka folyik. A különféle pályázati segítséggel, illetve állami támogatásokkal elindított felzárkóztatási programok a jövőben is folytatódni fognak. Somogyvárnak ugyanakkor más szempontból is vannak komoly értékei. Az 1991-ben alapított bencés monostor romjai ma már nemzeti emlékhelynek számítanak, ahol látogatóközpont és állandó helytörténeti tálat is várja az érdeklődőket. A Kupavárhegyen nemrég Szent László napokat rendeztek, augusztusban pedig jönnek a nyári színházi esték. Az ottani játszóhely fejlesztésére egy pályázatot is beadott a település. Támogatásból építenék meg ugyanis az állandó nézőteret, illetve színpadot. A létesítmény számításai szerint idén is több ezer vendég fordulhat meg a nemzeti emlékhelyen.
300 programmal várja idén a látogatókat a Szilvás-Szentmártoni Falu Fesztivál. A rendezvény helyszíneit a település lakói készítették elő, 4 nap alatt több ezer vendégre számítanak. Ma délelőtt minden csavar és útbaigazító tábla helyére került Szilvás-Szentmártonban, ahol holnap kezdődik a Falu Fesztivál. A település 4 napos összművészeti sereg szemléjét minden ott élő magáinak érzi. Talán ezért is lett olyan sikeres már rögtön az első alkalommal. 2017-ben született meg a gondolat, hogy ezt az összművészeti fesztivált falu néven megrendezzük, tehát falu a mozaik szóba adódóan falvak, ahol lehetetlen unatkozni tartalmazza. És ez a harmadik alkalom, hogy meg tudjuk rendezni, július 7 és 10 között Szilvás-Szentmártonban közel 300 programmal várjuk a kilátogatókat. A Falu Fesztivál idén csak a nagy színpadi koncertekre szed belépőt, a többi helyszín ingyenesen várja a látogatókat. Lesz egy sor családi és gyermekprogram, fröccs terasz, kézműves és gasztroudvar. Minden készen áll a csütörtöki kapunyításra. Most már elég fáradtam, de amúgy a kiállításokat várom a legjobban, de szerintem ugye a Leander Symphonic fog a legjobban ütni, mint ugye tavaly, vagy hát 2 éve a Queen utánzat. Az idén 3. alkalommal megrendezett fesztiválra több ezer látogatót várnak a szervezők. Bonyolult, gyorsan változó és veszélyes határőrizeti helyzet alakult ki Magyarországon, mondta ma a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy sajtótájékoztatón. Bakondi György kifejtette, hazánk déli határszakaszán egyre nehezebb megállítani az illegális migránsokat. Megszaporodtak ugyanis a nagycsoportos és erőszakos áthatolási kísérletek. Keleten pedig az orosz-ukrán háború elől menekülő ezreknek kell segíteni. A szakértő szerint most egyidejűleg van migrációs és menekültválság, valamint egy szomszédos országban háborús helyzet, amire eddig még nem volt példa. Több felnőtt világversenyen is bizonyíthatnak az idén az Ador János uszonyos úszók. Henry Matthew mellett Lengyel Tóthi Bence is érdekelt a nemzetközi küzdelmekben. Nem sokára jövünk a részletekkel. Idén 10. alkalommal indított sertéshús fogyasztást ösztönző közös kampányt az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Magyar Húsiparosok Szövetsége. A tárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára tegnap egy sajtótájékoztatón elmondta, Magyarország 96%-ban önellátó sertéshúsból. Az ágazat versenyképességének megőrzéséhez ugyanakkor Ferdman Zsolt szerint nem csak kormányzati támogatásra van szükség, hanem arra is, hogy a honi fogyasztók is a magyar termékek mellett tegyék le voksukat. A politikus arról is beszélt, az orosz-ukrán háború okozta gazdasági válság idején elvárható a kiskereskedelemtől is, hogy a lehető legnagyobb mértékben hazai termelésből származó sertéshúsokat, illetve húskészítményeket kínáljon a vásárlóknak. Kaposváron járt nemrégiben a Székelyföld című kulturális folyóirat főszerkesztő helyettese Fekete Vince, József Attila díjas költő a Takács Zsolt emlékházban. Nem csak a lapról beszélt, hanem legújabb verses köteteit is bemutatta az érdeklődőknek. Halálgyakorlatok. Ez a címe az Erdélyben élő József Attila díjas költő Fekete Vince legújabb verses kötetének. A könyv második magyarországi bemutatójára Kaposváron került sor a közelmúltban, a Takács Gyula emlékházban. Azt is mondhatom, hogy ez egy ilyen egzisztencialista panoptikum ez a kötet, mert azokkal olyan témákkal foglalkozik, amelyekhez én is az utóbbi 1-2-3 esztendőben nagyon-nagyon közel kerültem. Beleértve itt a hozzám nagyon közelállókat, nem nevezném meg, de nagyon közeli emberek révén kerültem ehhez a témához közel, és ezt próbáltam körbejárni, körbe tapogatni, beleélni magamat az ő helyzetükbe, abba a helyzetbe, amikor teljes reménytelenség, kilátástalanság, metafizikai magány helyzetébe, és hát ezt próbáltam körüljárni ebben a kötetben. Fekete Vince a Pannonia Kulturális Egyesület meghívására érkezett a Somogyi megyeszékhelyre. A szervezetnek ugyanis van egy olyan, a Nemzeti Kulturális Alap által is támogatott fórum sorozata, amely a határon túli magyar irodalmi és művészeti folyóiratokat mutatja be. Ez esetben a Székelyföld című kulturális lapot.
Megvannak a rovatszerkesztők, én a Szép Irodalmi rovatot szerkesztem most már 24 éve, bőven mondhatom, hogy 24 éve verseket és a prózarovatot. Havonta összerakom a magam 70-80 oldalát, egyharmadát kiteszi a Szép Irodalom. Jó esetben van olyan is, amikor csak 50 oldalnyi anyag kerül be, ez attól függ, hogy milyen hosszú tanulmányok, egyéb írások kerülnek a más rovatszerkesztőktől, és mindenik rovatszerkesztő összerakja maga rovatát, főszerkesztő ezt átfésüli, és összeállítja az illető lapszámot. Ez így megy 25. esztendeje most már. A komoly nemzetösszetartó hozadékkal is bíró lapot 1997-ben Ferences István, Kossuth díjas íróköltő alapította. Csíkszeredában készül el havonta nagyjából 200 oldalon. Az 1000 állandó előfizetővel rendelkező folyóirat célja megszólítani az egész Kárpát-medence magyarságát. Az év első 6 hónapjában 49 ember halt meg Magyarországon lakástűzben. Ez héttel több áldozatot jelent, mint a tavalyi első fél évben. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint idén eddig több mint 4000 lakóingatlan gyulladt ki. Az esetek során majdnem 300-an sérültek meg, és összesen 345.000 négyzetméternyi terület vált a lángok martalékává. A szakemberek szerint élni kell az ingyenes kéményseprés lehetőségével, és érdemes rendszeresen ellenőriztetni a fűtőeszközöket, valamint az elektromos hálózatokat is. Imádja a kihívásokat, és szeret kilépni a komfortzónájából, így aztán nem is csoda, hogy évről évre lépcsőfutás bajnokságok élén végez. Ifjabb Budó László, a Kaposvári Kötél Egyesület tagja, most épp egy amerikai megmérettetésre készül. Minden második nap így készülődik az edzésre a Kaposvári Kötél Egyesület udvarán ifjabb Bodó László és párja. A fiatalember évek óta a legjobbak közé tartozik a tűzoltók számára megrendezett lépcsőfutó versenyeken. Már magyar bajnoki címmel is büszkélkedhet. Ezt az erőpróbát 2009-ben kezdte, azóta 3 kategóriában is az élvonalban van. Most éppen egy amerikai megmérettetésre készül, amely októberben lesz. Ugye ez a Firefighter Combat Challenge lenne a világbajnokság, ott van egy kvalifikációs idő, ami 1 perc 40 másodpercet jelent, és hogyha ez az ember ezt megfutja, akkor bekerül egy ilyen dicsőségcsarnokon vezető helységbe, úgyhogy ezt Lions Dennek hívják Amerikában, és ez ugye jelenleg ugye, ez egy standard pálya, ezt mindenhol a világon ugye ezt a pályát használjuk, és ugyanazon futunk. Itt azért próbálunk készülni, csak ugye vannak azért hiányosságunk olyan tekintetben, hogy a komolyabb csapatban saját tornya van, bábúja, a komplet pályát ugye gyakorolni részleteiben. Azért szerencsé mondhatjuk azt, hogy ez az idő ez futható. 19-ben, akkor nagyon jó formában voltam, akkor ugye ezeket egy 33-akat futottam itt Európában. Az Életmentő Egyesület tagjaként ifjabb Bodó László a mindennapi éles bevetések alkalmával is jó hasznát veszi kitartásának, erejének és gyorsaságának. Úgy gondolom, hogy az alapvetően az egészség mindenki számára fontos, úgyhogy az, hogy milyen sportban teljesíti ki magát ebben a kérdésben, ez jelentéktelen, nincs különösebb jelentősége. De magunkat csináljuk konkrétan az állóképességet, csak van, amikor az ember átlép egy határt. A Kötél Egyesület gyakorta nehéz terepen végzett élet, illetve vagyonmentő munkáját, ugyanakkor pár nap óta egy felső kategóriás kvad is segíti. Ez a jármű egy pályázati támogatásnak köszönhetően érkezhetett meg Kaposvárra. A Kapuspont végén sport. A juniorok után a felnőtt uszonyos úszókra is nemzetközi megmérettetések várnak az elkövetkezendő hetekben. A magyar csapatban az első MCM Diamant Adol Jánese versenyzői is helyet kaptak. A napokban kezdődik az Egyesült Államokban a nem olimpiai sportágok seregszemléje. A világjátékokon az első MCM Diamant Adol Jánese kiválósága Hamlin Matthew is rajthoz áll. Két darab váltóban fogok úszni, 4x50 és 4x100 méteres felszíni úszás. Hát a 4x100 méteres felszíni úszáson van kicsit több esélyünk, hogy jobb helyezést érjünk el. Én arra számítok, hogy egy negyedik, ötödik, esetleg hatodik helyezést összegyűjtsünk. A 4x50 méteres felszíni úszáson pedig hát az kicsit lútri, mert az nagyon sprint. Ezt követően Kolumbiában felnőtt világbajnokságot is rendeznek a nyáron.
Ott Hamlin Matthew mellett Lengyel Tóthi Bence is medencébe száll majd, aki a kecskeméti Poseidon kupán biztosította be helyét a válogatottban. A kvalifikációm az már megvolt előtte is, de itt tudtam bebiztosítani a helyemet. Itt is úsztam egy nagyon jó időt, például 400 méter uszonyos gyorson, és 200 méteren se tudtak jobbat úszni az időmnél. Úgyhogy így maradt ez a két versenyszámom. Lengyel Tóthi Bence nem titkoltan érmes helyezésekért utazik Kolumbiába. Most egy kicsit szerencsés évünk van, hogy az oroszok nem lesznek, úgyhogy így megnőttek az esélyeim, mert nekem is kiestek ellenfeleim, például a világcsúcstartó Alexej Fedkin, ugye így nem lesz ott a világbajnokságon, ezért 400 méteren jó esélyem lesz arra, hogy világbajnok legyek, és 200 méteren is egy dobogós helyezést szeretnék elérni. A világjátékok csütörtökön kezdődnek, míg a világbajnokság július 18-án veszi majd kezdetét. Újabb légiós leigazolását jelentette be a Kométa Kaposvári Kosárlabdaklub élvonalbeli együttese. Az irányítóként bevethető 27 esztendős dán Sebastian Aris hazájában bajnok és kupagyőztes is volt. Ráadásul a pontvadászat és a helyi kupadöntő legjobbjának is megválasztották. A válogatott játékos a horvát Tomislav Gabrics után a második külföldi játékos, aki aláírt a somogyiakhoz a következő idényre. Sebastian Aris a négyes számú mezt választotta a 2022-23-as szezonra. Főbb híreink még egyszer röviden. Esélyteremtés és felzárkóztatás. Leginkább ezt a két célt szolgálja a Somogyvári Biztos Kezdett Gyermekház. A településen közösségi tér is épült. Minden készen áll már a Falu Fesztivál holnapi megnyitójára. A szilvás-szentmártoni rendezvény előkészületeiből az ott élők is kivették a részüket. Hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt szépen szerepel egy kaposvári életmentő. A kötelesek erőssége, ifja Bodó László lépcsőfutásban jeleskedik. Harmincegy rendőr, 12 polgárőr és 2 civil kereste autókkal, motorokkal, quaddal és drónnal, valamint rendőrkutyákkal azt a 81 éves korlátozottan cselekvőképes somogyudvarhelyi asszonyt, aki néhány nappal ezelőtt tűnt el otthonából. A kutatás tegnap vezetett eredményre. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor új adással jelentkezik kulturális magazinunk a Géniusz, 8:30-tól pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. Térségünk felett átvonuló frontnak köszönhetően holnap is a napos és az erősen felhős időszakok váltakoznak. Szórványosan esőre, záporra is számítanunk kell. Az északnyugati szél megerősödik. A hajnali órákra 15-17 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 24-26 fok körül alakulnak. Pénteken felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Kora reggel 13-16 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk. Ez a friss idő a hétvégén és a jövő hét elején még kitart, aztán újabb felmelegedés valószínű. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan, az ingatlanok szakértője. Ha ingatlant keres vagy kínál, keresse a Bold Ingatlan profi csapatát.